Megkezdődött Székesfehérvár talán legjobban várt zenei programsorozata idén is színes palettával várja a közönséget a Fezen. Mellettem áll Kovács Antal főszervező. Mi minden várható ebben a 4 napban? Sok szeretettel köszöntjük nyilván a nézőket. Hát körülbelül 80 program, koncertek és partik vegyesen, a rock metától az elektronikusig, tényleg kiemelve csak néhányat, ugyan a visszatérőnk úgy, hogy bepótolja a 2019-es elmaradását, ugye a Cradle of Filth van, Avantasia, amire én kifejezetten büszke vagyok. Ugye először van nálunk a Sodom, mi mutatjuk be egyébként Magyarországon a Crown Shift produkciót és a Judas Priest régi gitárosának a Priest formációját, a K-Case Priestet. Akkor a 2008-as elmaradt szettjét pótolja az ATB, a Scooter az harmadszor teszi tiszteletét a fesztiválon, és hát természetesen Majka Halottpénz, Jude Law, Pogány Induló, belga, rengeteg, és természetesen egy csomó kis banda. Hogyha a színpadokat nézzük, akkor hány színpad, hány sátor, hány órától vannak általában a programok? Ugye minden nap délután 2-kor nyitunk, és ilyen 4 és 5 óra között kezdődnek a színpadok. A két nagy szabadtéri színpadunk van, visszatértünk ide, mert tavaly sok kritikát kaptunk arra, hogy a nagy programok hiába volt nagy a sátor, nyilván beszorul a levegő, túlságosan meleg volt, úgyhogy idén 2 szabadtéri színpad van. Idén nem nyitjuk ki a Fezen klubot, ez egy logisztikai bázis lett, szintén a meleg miatt, tehát szintén azért, hiszen volt itt egy pár olyan koncert, ahol mondjuk úgy, hogy kicsit túlterhelt volt a rendszer, szintén nagyon meleg volt. Úgyhogy a Fezen klubos programokat beraktuk most egy közepes méretű sátorba, ami úgy közepes, hogy egy 2-3 ezer fős sátor. Úgyhogy ott lesznek a parti zenekarok, a Korda Gyuri, a nem tudom, rengeteg. Van mellette 3 parti helyszínünk. Szerintem rendkívül szép lett idén a Vidám Park, úgy látszik, hogy most a búcsúsok is felismerték, hogy van értelme a Fezenre jönni, hiszen most már nekünk is van óriás kerekünk, nagyon fontos volt, amit mondjuk én annyiból használnék, hogy nyilván felülnék és onnan nézném az Avantasiát. 35 étterem van, 22 italpult, butik. Én szerintem nagyon kompakt lett egyébként a helyszín, nagyon bízom benne, hogy a látogatók is szeretni fogják. Mi a helyzet egyébként még azokkal, akik messzebbről jönnek és sátrazni szeretnének? Sátrazni idén regisztráció után lehetett, és egy ilyen körülbelül 150 sátras kempinget alakítottunk ki. Ez betelt hetekkel ezelőtt, úgyhogy nekik, aki nem regisztrált eddig, annak azt javasoljuk, hogy menjenek a Bregyóba. Szerintem nagyon Szállásfehérváron már nincs, ahogy tudom, ilyen május-június óta az összes szálláshely foglalt, úgyhogy hát annyit tudok mondani, hogy előbb kellett volna egyébként ezzel a dologgal foglalkozni vagy gondolkozni. Köszönjük szépen, aki tehát szeretne szórakozni itt a Fezen Fesztivál helyszínén vasárnap hajnalig megteheti most estétől. Olyan fellépők lesznek egyébként itt ma este, mint a Betonhofi, az Ossian vagy Avantasia.